Sziasztok! Vannak bizonyos napok, amiket végig rohanunk, és észre se vesszük, hogy végig rohanunk. Egy ilyen robot üzemmódban vagyunk. Lehet, hogy reggel meditáltunk egyet, és akkor így megerősítettük magunkat abban, hogy velünk van a tudatosság. De aztán kiugrottunk a mediből, mert meg kell csinálni ezt, meg kell csinálni azt, oda kell érni, el kell intézni. És végig rohanjuk úgy a napot, hogy este, amikor hazérünk, akkor így szinte föleszmélünk, hogy atyavilág, elment az egész nap. És nem is tudok róla pontosan, hogy mi minden történt. Mert annyira be voltam zárva. És hogy nagyon sokat tud segíteni ebben a folyamatban az, hogyha emlékezteted magad naponta többször arra, hogy vissza tudok térni a tudatossághoz, ami mindig ott van velünk. Ez kicsit olyan, mint amikor így elvágom a belső filmet. Mert hogy azt az üzemmódot, ami egyfajta szenvedést, egyfajta feszültséget okozhat, azt megszakítjuk. És minél többször szakítjuk meg, vagy van egy reflex arra, hogy megszakítsuk, akkor egy idő után ez az üzemmód, ez elkezd megpuhulni. Ez nem tud már annyira fogva tartani, hogyha folyamatosan meg van szakítva. El van vágva a film. Ez olyan, mint amikor a sporteseményen az edző időt kér. Mert hogy van egy rossz széria, van egy olyan periódus, amin változtatni szeretnék. Ki szeretném zökkenteni magam abból, amiben vagyok, ezért valami más csinálok, vagy megállok, szünetet tartok. Vagy egyszerűen csak tudatában vagyok annak, hogy tudatában vagyok. Megfigyelem a megfigyelőt. Ha rendszeresen meditálunk, akkor ez a reflex ez elkezd kialakulni, hogy napi szinten többször előjön az, hogy ki vagyok én? És csak egy pillanatra, és nem kell ott abban a helyzetben elmerülni, csak mégis megszakítjuk a folyamatot azáltal, hogy emlékezünk magunkra. Emlékezünk a valódi természetünkre. És ez bőven elég arra, hogy ez a robot üzemmód, ez gyakorlatilag kapjon egy visszajelzést, hogy tudom, hogy fogva tartasz, tudom, hogy ezt csinálod, tudatában vagyok annak. És nincsen semmilyen reakció, nincsen semmilyen érzelem, nincsen ragaszkodás, nincsen elutasítás, bármi is legyen az, egyszerűen csak tudatában vagyok. Ez a reflex, ez kialakul magától, de ebben te is tudsz tenni egy-két dolgot, ezért te is tudsz tenni egy-két dolgot, mert hogy vannak bizonyos helyzetek, ahol valahogy úgy beugrik, hogy most elpörögtem, és hogy oké, akkor tudom, hogy elpörögtem, akkor tegyem vissza a figyelmemet a szívközpontra, ahol biztonságban vagyok, ahol otthon vagyok, ahol nyugalom van. Ugyanezt történik meditációban, amikor a figyelem össze-vissza ugrál. Akkor is emlékeztetem magam arra, hogy én a tudatosság vagyok. És ne keressetek semmi érzést ezzel kapcsolatban, hogy hú, a tudatosság vagyok, én nem a személy vagyok, akkor ez hogy kéne érezni? Nincs ilyen, nincs ilyen. Ez szép, lassan, fokozatosan minden történik magától, de ne keressetek semmilyen érzést ezzel kapcsolatban, mert elkezdtek ragaszkodni valamihez. És ha nem jön, akkor azt mondjátok, hogy hát én ilyet nem tudok. De pontosan azáltal, hogy elvágjuk a filmet, ezáltal kezd el egy távolság nőni, a persona, a személyes identitás, és köztem, a tudatosság között, a csend között. És már kevésbé lesz fontos a személyes identitás. Egy picit megpuhul, nem az fogja ledominálni a napjaimat, hogy én ilyen vagyok, én ezt csinálom, fú, én vezető vagyok, én orvos vagyok, én tanár vagyok, én ezt csináltam, ezt értem el. Ezek már nem fogják annyira meghatározni a mindennapidat, hanem egy ilyen békében, nyugalomban ott leszel, hogy minden oké. Okay. De ez az kell, hogy visszatérjünk mindig a forráshoz, visszatérjünk, emlékezzünk rá, visszatérjünk, csak akár csak egy pillanatra, akár csak egy pillanatra, persze napi kétszer, 20 perc meditációban
ezt meg tudjuk folyamatosan erősíteni, de a mindennapokban, amikor rohanunk egyik helyről a másikra, vagy netán egyik feladatból a másikba esünk át, akkor is legyen meg ez a reflex, hogy csak egy pillanatra megállunk, hogy itthon vagyok. Az vagyok. Én az vagyok. És semmi extra ne gondoljatok, ne bonyolítsátok túl, csak tegyétek a figyelmeteket a szívközpontra, és minden fog történni magától. Ezeket nagyon nehéz leírni, hogy mi történik, de hogy nem is kell lesz leírni szavakkal, hanem egyszerűen csak rá fogsz érezni, hogy ez nagyon sokat hozzátesz az életedhez, hogyha naponta, akár többször egy picit emlékezzünk rá. És nem kell mantrázni, hogy ki vagyok, ez vagyok. Nem, nincs ilyen, ne mantrázzátok. Csak egy pillanatra álljatok meg, legyen meg ez a reflex, egy pillanatra megálltok, és azt mondjátok, hogy oké, érzem azt, hogy most teljes vunkba vagyok, és most egy picit tartok egy szünetet, és csak emlékeztetem magam arra azáltal, hogy a figyelmemet a szívközpontra helyezem. Emlékeztetem magam arra, hogy ki vagyok, azáltal, hogy a figyelmemet a szívközpontra helyezem. Ha ezt naponta többször megteszitek, a meditáción kívül is, akkor nagyon sokat tesztek ezért a folyamatért. Apró pici szünetek. Lehet, hogy ez egy tized másodpercnyi szünet, de mégis csak egy kattanás. És pontosan így fogod az elmének a működését nagyon-nagyon precízen, pontosan olvasni. Így fogod felismerni a mintákat. Így fogsz folyamatosan hazatérni, és így fogod folyamatosan felismerni azt, hogy hát mindig is ott volt az, amit keresel. Mindig is ott volt, ahhoz mindig is vissza lehet térni. Bármilyen kényelmetlen egy helyzet, vagy bármilyen kényelmetlenek tartja az elme egy adott helyzetet az életedben, állj meg egy picit, és tér vissza oda, ami mindig is ott volt veled. A csend, a tudatosság. És meg fogod látni, hogy ott egyfajta nyugalom van, ott biztonság van. Ott minden rendben van. Vagyis minden rendben van, mindig minden rendben van. Úgyhogy emlékezzetek erre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!